Sziasztok, divatikon nézők! Itt vagyunk Bogival. Sziasztok, szia! Az Eurovízió nyitó partiján, ahol is a legfiatalabb versenyző áll velem szembe. Hogy jött ez neked? Hát igazából kaptam egy filmszerepet, ami az a címe a filmnek, hogy Indián, ez egy mozifilm lesz, és hát oda kellett egy dalt írni. És hát megszületett a Tükörkép című dal, és úgy döntöttünk, mert mindenkinek nagyon tetszett, hogy hát miért ne nevezzük be. És utolsó pillanatban beadtuk a dalt, és hát sikerrel jártunk, hiszen bejutott a 30 közé. Nagyon fiatal vagy, mindössze 16 éves. Hogy jött az, hogy egy ilyen nagy kaliberű versenyre jelentkezel? Nem tudom, mondom, annyira tetszett mindenkinek a dal, hogy úgy éreztük, hogy képes lehetek rá, hogy esetleg kijusson a nemzetközi porondra is. Mióta énekelsz? Körülbelül 6 éves korom óta otthon kezdtem el énekelgetni a fürdőszobában, mint minden lány szerintem, és hát feltöltögettem videókat a YouTube-ra, ezt megtalálta a jelenlegi menedzserem Bognár Tibor, úgyhogy ez egy ilyen kis tündérmese tulajdonképpen, de hát valóra vált. Akkor a dalról elmondhatjuk, hogy ilyen igazi tini, vidám dal. Nem igazán, nem érzem tininek, szerintem nagyon széles közönségnek szól. Kicsit regi hangzás, pop hangzás benne van, úgyhogy egyébként ilyen 60-as, 70-es évek stílusába szeretnénk majd hozni a produkciót, úgyhogy jó lesz szerintem. És hogy ha már ilyen fiatal vagy, igen? Hogy jön az, hogy 60-as, 70-es évek? Figyelj, én szeretem ezeket az éveket, általában otthon ilyen Amy Winehouse, Duffy dalokat szoktam énekelni, ami szerintem ez a stílus. Úgyhogy így jött, és a dalban is van ez a hangzásvilág. Úgyhogy, de hát mindenféle stílust, az eddigi dalom, a Mesehős című dal, az kicsit ilyen indiános, hippis vonal volt, szóval mindig kicsit szeretünk így különböző dolgokat kipróbálni. És mit gondolsz arról, hogy azért elég sok olyan versenyző van, aki elég nagy múlttal rendelkezik, hogy ez mennyire hátrány neked? Szerintem semmiképp nem hátrány, hiszen ez egy olyan verseny, ahol a dalt nézik, ahol a dala fontos. Persze az előadásmód és az előadó is fontos, de külföldön mindenki ugyanolyan ismeretlen, hogyha valaki kijut végül is, hogyha ebbe belegondolunk. Tehát, hogy ott nem nincsenek nagy nevek, hiszen senkit nem ismernek úgy igazán. Úgyhogy persze minden, ez ugye hátrány abból a szempontból, hogy másoknak már van egy nagy rajongó tábora mondjuk, de nekem is van egy kicsi közeg, akik szerintem támogatni fognak, úgyhogy én nagyon lelkes vagyok. A nevezők közül van-e olyan, aki neked is nagy kedvenced volt, amikor még, hát így is fiatal vagy, de amikor még nagyon rajogtál érte? Én Völgyesi Gabit nagyon szeretem, úgyhogy meg Fatima is az egyik nagy kedvencem, úgyhogy én nekik szurkolok még. Hát akkor azt mondom, győzzön a jobb, de sok sikert, és reméljük, hogy a fiatalság is répbe jut. Igen, reméljük. Köszönöm szépen az interjút. Én is. Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórákwebáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk